A magyar kormány felelős döntésekkel a magyar gazdák oldalán, a magyar gazdákért küzd az orosz embargóval kapcsolatban. Be kell látnunk azt, hogy az elmúlt napok, hetek tanúságai azt mutatják, hogy az az embargó, amit bevezettek Oroszországgal kapcsolatosan, nem biztos, hogy Oroszországnak árt, inkább, sokkal inkább a magyar termelőket veszélyezteti. Hiszen naponta 70 millió forintos veszteség keletkezik az orosz embargó Európai Unió által bevezetett hatásaiból, amit természetesen kompenzálni szükséges. Ezért Brüsszelhez fordul a magyar kormány, és bejelentkezik arra a káralapra, arra a 400 millió eurós alapra, amely a magyar gazdák támogatását kívánja majd kompenzálni. Kétféle hatással szembesülünk az embargó következtében. Egy közvetlen hatás, amely a direkt áru megtiltásokat jelenti az orosz piacon. Ez nagyon komoly hatás. A másik nagyon veszélyes dolog, mindaz az árumennyiség, amely nem tud kijutni az orosz piacra, az Európán belül, az a magyar piacon is landol. Ennek egyetlen egy megoldási lehetőségét látjuk azt, és szeretnénk is fölhívni a magyar vásárlók figyelmét arra, hogy felelősségteljesen járjon el a vásárláskor, hiszen ha magyar árut vásárol, akkor biztos lehet benne, hogy kiváló minőségűt vásárol, vagy friss árut vásárol, és ezáltal magyar munkahelyeket támogat, a magyar vidéket támogatja, és a magyar vidék megmaradását támogatja. A kormányzat legfontosabb célkitűzése az, hogy a következő időszakban rendelkezésre a vidékfejlesztési források kis és közepes gazdaságok részére jussanak el elsősorban, és olyan munkaigényes ágazatok számára tudjunk forrásokat biztosítani, amelyek segítségével el tudjuk azt érni, hogy a vidéki életminőség tovább javuljon, és a vidéki munkahelyek száma ne csökkenjen, hanem növekedjen Magyarországon. Ennek fényében elsősorban azok az ágazatok, amelyek valóban munkaigényesek, lásd az állattenyésztést, kertészetet, zöldséggyümölcs termesztést, de ide gondolom a feldolgozóipart is említeni. Ezeket az ágazatokat kiemelten fogja a kormányzat kezelni a következő rendelkezés álló időszakban. Azon túlmenően, hogy alapanyagot állítani Magyarország, kiemelten fontos, hogy ezeket a termékeket legyen, aki feldolgozza, és legyen, aki értékesíti. Ennek megfelelően a termelői szövetkezéseket és a termelői feldolgozó kapacitásokat, fejlesztéseket következő időszakban is kiemelten fogjuk kezelni. Annak érdekében, hogy ez a fejlesztési forrás, ami rendelkezésre áll a következő időszakban, minél szélesebb körben eljuthasson, az a célunk, hogy egy egyszerűbb, átláthatóbb, könnyebben kezelhető pályázati rendszer legyen, amelynek segítségével mindenki a forrásokhoz sokkal könnyebben fog tudni hozzájutni a jövőben.